És a telefonnál itt van velünk Arató László, a Magyar Tanárok Egyesületének elnöke. Jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok! Érettségi. Mondjuk én még időnként most is sikoltozva ébredek, amikor arról álmodom, hogy érettségiznem kell. Kétségkívül ott inkább a matek érettségi szokott szerepelni. És így ma reggel próbáltam végig gondolni, és arra jutottam, hogy tulajdonképpen a magyar közoktatás nagyon sokat tett meg. Kétségkívül ez a 70-es, 80-as években volt, arról, hogy leszoktasson az olvasásról. Nem sikerült neki, de nagyon komoly erőfeszítéseket tett ebbe az akkori közoktatás, részben persze, hogy mennyit számít az, hogy később az emberek mennyire szeretnek olvasni, mennyire fontos nekik az irodalom, mennyire értik azt, hogy mi történik velük az iskolában, és aztán az érettségről, ami beszélgetésünk apropója, nem is beszélve. Mármint az érettségi követelmény. Így értem, igen. Az érettségi maga az nagyon messze van, már nem az idei, hanem amikor ez a követelmény rendszer ez életbeli, ugye ez a 23-24-es, vagy igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az irodalomtanítás, aminek értelme van, és amiben én hiszek, az alapvetően olvasóvá nevelés. Vagyis abszolút mértékben meghatározza, nem, szívesen, hogy abszolút mértékben, tehát hogy meghatározza főleg azt, hogy a vizsga, bocsánat, tehát az iskola elvégzése után az emberek mit és hogyan olvasnak, mennyire értő módon, mennyire igényesen, mert azért az olvasás az szellemi munka is, hogyha nem egészen könnyű olvasmányokat olvasunk csak. És hát nagyon fontos, tehát az egyik dolog az, hogy megtanítsa értelmező olvasóvá, műértő olvasóvá válni a diákokat. Másrészt, hogy ne vegye el a kedvüket az irodalomtól. Hát igen. Azt gondolom, hogy ez lenne a cél. Nyilván valami fajta tájékozódás kereteket is kell adnia, de hát azért nem az a fontos, hogy pontosan, hogy egy szerző milyen korstílushoz tartozott. Nem azt mondom, hogy ezt nem érdemes megtudni, vagy hogy mikor alkotott, hanem hogy az a mű, az nekem mit mond, hogy azt én miért akarom elolvasni, illetve hogy tudok-e vele valamilyen módon engem gazdagító párbeszédbe lépni. És hát ezt az engem gazdagító párbeszédet, világ és önismeretet elősegítő olvasást, meg ami nagyon fontos antropológiai funkció az irodalomnak és az irodalomtanításnak is, hogy megtanítja a nézőpontváltást. Ezt kellene elérni. Az mi a nézőpontváltás? Azt, hogy most nem poétikai értelemben értem, az, hogy az irodalom tanít meg minket más emberek szemével látni, tehát hogy egy empátia gyakorlat és az ember önmagán való valamelyes túllépésének gyakorlata, hogy más emberek világában és más emberek szemével, életével tudjuk élményként megtapasztalni a világot. Ez borzasztóan fontos. Van-e értelme annak, hogy megmutasson az irodalomoktatás olyan írókat is, akiket nem feltétlenül élvezetből olvasnánk ma már, de fontos, hogy egy korszakot megismerjük, mert adott korban sokat hivatkoztak rá, mert érdekes valamilyen szempontból, de hát túlhaladott rajta a közízlés, vagy valami ilyesmi. Hát azt gondolom, hogy vannak olyan írók, akik egész egyszerűen olyan új oldalát mutatták meg a világnak a maguk korában, meg olyanokat mondtak az emberről, hogyha ma mondjuk a nyelvük miatt nehezen olvashatóak is a könyveik, azért érdemes a fáradtságot venni, hogy megismerkedjünk velük. Csak ugye meg kell találni a jó arányokat. Hogy a kedvünk ne menjen el. Vagyis, hogy nem csak régi klasszikusokat kell olvasni, és nem minden áron őket, hanem azt gondolom, hogy a régi és az új, a nehezebb és a könnyebb között valami normális középutat kellene kialakítani a magyar tanításnak, és hozzá szeretném tenni, hogy azért az a kérdés, hogy egy régi múlt tényleg elvesztette a megszólító erejét. Most ez nem mindig biztos, tehát hogy inkább az a magyar tanítás feladat, hogy megtalálja, hogy hogyan tudja a diákoknak azt a régit valamiképpen úgy bemutatni, hogy megtalálják benne önmagukat. Tehát én azt gondolom, hogy a szigeti veszedelem is tanítható úgy, hogy abban élvezetét nyer. Nem egyszerű. Főleg 16 évesnek elmondani, az édesanyám, aki magyar szakon végzett, a nagymamám egyetemi jegyzet, vagy nagyanyám középiskolai jegyzeteiből kolokvált belőle. Mondjuk itt előkerültek néhány ilyen érdekes dolog, hogy Herczeg Ferencet fölveszik az érettségi tételek közé. Én azon kevesek közé tartozom szerintem, akik olvastak Herczeg Ferencet, hát hajrá, szóval szerintem abból senkinek semmi baja nem lesz, a Herczeg Ferencet olvas, de azt, ha valaki nem olvassa, mai eszünkkel már azt gondoljuk, hogy nem mulaszt olyan nagyon sokat, még akkor is, hogyha Herczeg Ferenc az egyik legtermékenyebb, legsikeresebb, legjobban fizetett, a horthy hatalom által legjobban kedvelt szerzők egyike volt a két világháború között. Tehát van történelmi érdekessége, de hát aki elolvassa a Gyurkovics fiúk, lányokat, nem tudom micsodát, innen is gratulálok neki. Hadd lépjek hátrébb, hogy Herczeg Ferenc, hogy hol van, meg hogy mi az igazi baj. Persze. Tehát, hogy ugye, csak hogy tisztázzuk, hogy azt hiszem, hogy az a beszélgetésünk apropója, hogy múlt hét hétfőn megjelent az új érettségi vizsgamodellje, és hamarosan meg fog jelenni az általunk már megismert, de nem hivatalosan és nem a minisztérium akaratából megismert részletes követelményrendszer. Na most ez a most kiadott követelményrendszer, vizsgamodell, ez a borzasztó napnak, a magyar tanítás katasztrófáját jelentő napnak a bebetonozása. És pedig azért, mert a kimeneti követelmény az mindig keményebb, mint a tanterv. Vagyis, hogy a tantervet még úgy kijátszhatja, szlalomozva, kiügyeskedheti, legalábbis amit egyes részeit a magyar tanár, de abban a pillanatban, amikor a folyamat végén van egy vizsga, és nem akarja a tanár, hogy a diákjai azon a vizsgán rosszul szerepeljenek, akkor rá van kényszerítve, hogy az agyament tantervet tanítsa. Különösen akkor, hogyha az az új elem érvényesül a vizsgában, hogy van bennem érettségi teszt, ami a magyar érettségi történetében még soha nem volt. Tehát ez egy kényszerítő eszköz a nagy mennyiségű balasztanyag tanítására, és többek között a Herczeg Ferenc tanítására is, mert ugye az eddigi 6 helyett 10 életművet kell tanítani, és a 10 életmű között ott van Herczeg Ferenc. Na most a másik dolog az új érettségével, ami katasztrofális. Tehát bocsánat, hogy 10 író teljes életművét meg kell tanítani, ebből az egyik Herczeg Ferenc a világirodalomból? Elnézést, még el szeretném mondani, hogy kimarad az érettségiből az érvelő feladat és a gyakorlati szövegértés a középszintűből, mert az emelt szint az egy külön kérdés, vagyis ami a 2005-ös érettségének az egyik legfontosabb dolga volt, hogy a nem szakirányú továbbképzésben résztvevő emberek hát ilyen mindennapi használhatóságú dologot is tanuljanak magyarból, mint az érvelés, ami a társadalmi sikerességüket segíti elő, vagy panaszos levél, vagy kérvényiratása. És ezt kérte számon az érettségi egyik feladata. Lehetett választani az érvelés és a hétköznapi gyakorlati szövegalkotás között. Ezt kiiktatták. Tehát, hogy még van egy harmadik pont is, ami egyértelműen a korszerűségét és a műközpontúságát veszi el, illetve csökkenti az érettséginek. Na most a 10 életműről. 20 tétel van, ezek közül 10 viseli az életmű nevet, ez 10 magyar szerző. Na most az, hogy eddig 6 volt és most 10 van, az már önmagában jelzi, ha nagyban érzékelhető az irodalomórát, hát hogy is mondjam, még inkább rohanássá és népsorolvasásá eltevő szemléletet. Na most az életmű szó az képtelesség. Hát nyilván nem lehet életműveket tanítani. Herczeg Ferenc szerintem ilyen jókai méretű életművet hagyott maga után. Na most a szó rossz, de ugyanakkor a sugallata jellemző. Tehát azért nem úgy képzeli a szerzői a követelményrendszernek sem, hogy valóban az egész életmű, sok-sok művét meg kéne tanítani, hanem néhány művet. Majd erre mindjárt kitérek, hogy mit. És az a probléma, hogy ugyanakkor azonban az, hogy életműnek nevezik, az óhatatlanul arra serkentheti a tanár, meg a tankönyvszerzőt, hogy olyan úgymond pályaszakaszokat is mondjon, és azokat jellemző műveket, amelyeknek csak a címét ismeri meg a tanár, a diák. Tehát mi értelme műcímekkel dobálózni, noha olvasmányélmény nem áll mögötte. Tehát az életmű az egy teljesen hamis kategória. Egyébként a 6 is, de a 10 az meg döbbenetes. Egyébként Mikszáth, Jókai és Vörösmarty is bekerült Herczeg Ferenc mellé, akik kitűnő idők, csak nem ez a probléma. Ugye a Mikszáth meg a Jókai életműnél az életmű szó még abszurdabb. Igen. Ráadásul hát azért Jókai nem tartozik a diákok számára legvonzóbb, legolvasmányosabb szerzők közé, bármilyen jelentős regényíró és bármilyen fantasztikus sikere volt meg szerepe a magyar olvasók közönség megteremtésében. Na, szóval, hogy ez képtelenség, teljes képtelenség, és az irodalom tanítást egy ilyen darálógépé teszi. Herczegtől egyébként nem a Gyurkovics fiúkat, Gyurkovics lányokat kell tanítani, hanem az Életkapuja című történelmi regényt, a Bizáncot, és azt hiszem, hogy még egy írást, meg a Pro Libertate című Rákóczi regényt, meg egy ilyen tárcanovella-szerű dolgot, de ez nem itt van az érettségiben, ez a Nemzeti Alaptantervben van. Itt csak az van, hogy Herczeg Ferenc ettől kezdődően minden magyar iskolában, minden érettségén kötelező tétel lesz. De most Herczeg Ferenc nem ilyen jellemzős író. Egyáltalán jó, félig lektűríró, azt gondolom, aki a maga korában rendkívül népszerű volt. De nagyon népszerű volt. De az Életkapuja szerintem nem jó regény. Nem, majd rossz regény. Gyerekek nem fogják élvezni például azért, mert hogy hihetetlenül sok bombasztikus, dekoratív leírás van benne a reneszánsz Rómáról. Egyszerűen nem gondolom azt, még akkor is, hogyha van benne egy kis erotika, meg cselszödés, meg persze a 1919-20-ban aktuális politikai tartalom. Szóval, ezt nem fogják elolvasni, tehát ezt nem lehet megkívánni valakitől 16-17 éves korában, hogy elolvassa hát a Bizáncot, vagy az Életkapujában, pont nem emlékszem, de úgy körülbelül el tudom képzelni, hogy tehát ezt nem lehet elolvasni. Nem az a baj, tehát meg lehet követelni, 100 oldal ez a regény, aki elviseli a leírásokat. Csak az a baj, hogy minek? Tehát, hogy vannak olyan könyvek, amelyek értékesek is, meg olvasmányosak is. Na most a Herczeg Ferencnél nem az a baj, hogy nagyon rossz író, hanem az, hogy nem igazán jó író, nem igazán nagy író. Meg túlhaladt rajta az idő, tehát lehet, hogy a saját korában a Kosáriné Léz Lola is érdekes író volt, ma meg most, és a Szelek szárnyánt azt még néha el szoktam olvasni, mert hát igen, az vicces. Itt jön be az ideológiai szempont, igen. Mert hogy a Herczeg Ferenc nem az olvasmányossága, vagy az esztétikai értékei miatt lesz elsősorban érettségi tétel, hanem azért, mert a Nemzeti Alaptantervnek és az érettségi követelményrendszernek a készítői kánon átalakítást, kötelező olvasmány újraírást csináltak. Ugye egészen egyszerűen arról van szó, hogy a nyugat mellé fel kell emelni a korabeli hivatalosság közeli nemzeti konzervatív irodalom egy alakját. Tehát ez egy politikai, ideológiai döntés, hogy nehogy már a nyugatosok képviseljék csak a két világháború közötti irodalmat, hanem legyen annak a kornak a korral és a hatalmi lommal azonosuló szerzője is. Tehát ez csak politikailag magyarázható, és itt az esztétikai érték a politikai döntés alá kerül. Mármint hatalma alá kerül, és hát ez nagyon nagy hiba. De ezek a tipikus bumerángok, nem? Mert hogy Herczeg Ferenc népszerűsége attól, hogy kötelező elolvasni esetleg, még ha csak 100 oldalas is, nem fog nőni, mert jó érzésű irodalomolvasó azt mondja, hogy inkább akkor olvasok valami, ha egyáltalán olvasok valamit, és nem megnézek egy sorozatot. Valahol ugye a másik, ami ilyen jellegzetes pontja ennek a dolognak, hát Wass Albert, aki szintén megjelenik a új tételek között állítólag. Az az igazság, hogy szelidebben, mint a Nemzeti Alaptantervben, ahol egyértelműen kötelező, és hát az is marad, mégpedig hát szerintem 1000 sebből léző regényével az Adjátok vissza a hegyeimettel, versekkel és más művekkel is, de itt van egy új tételtípus, ami eddig nem volt ebben az új követelmi rendszerben, amit még nem fogadtak el, tehát a vizsgamodell már megjelent, a követelmi rendszert még a Nemzeti Pedagóguskar véleményezi, vagy máig véleményezi. De hát a Nemzeti Pedagóguskar azért egy felülről létrehozott intézmény, amely azért van, hogy a kormánynak saját tárgyaló partnere legyen, és mondjuk ne a szakmai civil szervezetekkel, vagy az egyetemekkel, vagy az akadémiával kelljen egyezkedni, hanem egy általa létrehozott és fenntartott szervezettel. Na, ez egy kitérő volt, ami Wass Albertet illeti, mert van egy új tétel, a határainkon kívüli irodalom, ahol egyébként a jelenlegi formában a követelményrendszerben vittesen kimaradt a felvidéki. Tehát van délvidék, van Ukrajna, van délvidék, Erdély mindenek előtt, de valamiért a felvidék, a szlovákiai magyarság irodalma nem került bele, de ezt most hagyjuk. Na most itt választható Wass Albert, és ez a fontos. Tehát számos más erdélyi írók közül választható, olyas valakik is szerepelnek, mint Kányádi, Tamási Áron, Sütő András, tehát hogy nem ez a katasztrófa, a mennyiség, az elidegenítő mennyiség a katasztrófa, az, hogy nem elidőzni fogunk az olvasmányoknál, hanem mondom, népsorolvasás és rohanás lesz, ami azt jelenti, hogy nem fogják szeretni a könyveket, vagy az iskolában a magyar óra az még lelketlenebb lesz. Semmiképpen nem szeretném növelni akkor a kötelező olvasnivalók számát, de kortárs, vagy többé-kevésbé kortárs irodalom megjelenik, tehát ez az Eszterházi, Parti, Nagy Závada, Spíró, mit tudom én ki, Kluszovszky, hát mit tudom én. Egyrészt itt szeretném elmondani, hogy a jelenlegi változatban Kertész Imre és Ottlik Géza nem szerepel. Tehát Ottlik Géza, akinek a hatása a 20. század utolsó harmadában meghatározó a magyar prózára, a magyar epikára, bizonyos szempontból az Ottlik iskolájából bújt ki a modern magyar prózaepika kis túlzással, mert nem csak ebből. Ő kimaradt. Kimaradt Kertész Imre, az egyetlen magyar Nobel-díjas. Lehet, hogy ezt még az MPK visszarakadja. Ez önmagában vicces. Tehát függetlenül attól, hogy ki Kertész Imre. Meg hát Kertész Imre most rendszer liblingje lett, igen, így halála után egyszer csak most képzelővel egymás kevelére borultak. Én azt gondolom, hogy az egész NAT és követelményrendszer atyamesterének az ízlése érvényesül, és ideológiai prekoncepciói Takaró Mihálynak, aki kellőképpen a megfelelő módon nyilatkozott Kertészről, vagy hát zsidózott egy jó alaposat, mondjuk az, hanem hát a nyugattal kapcsolatban. Egyiknek így, másiknak amúgy kérdeztem meg az emberségét és a jelentőségét. Most éppen ezért Petri és Eszterházi fel sem merül. Nem csak Ottlik és Kertész nem merül föl az érettségkövetelményrendszerben. Na most ők egyébként egy hosszú listában szerepelhetnének a 19.-20. század írói közül választható nevek sorában, mert hogy maga a kortárs irodalom ez egy külön tétel, és ott az elmúlt 30 év egy művével kell foglalkozni. Tehát Kertész és Ottlik kiesik. de, és a Petri életművének a joga is kiesik. De hát ez egy iszonyú redukció. Tehát ugye szerintünk a magyar tanításnak a mondott alapelvek szerint erőteljesebben kellene a 20. század második felét, illetve a kortárs irodalmat bevinni az iskolába, különösen a kortárs irodalmat, és egyébként szerintünk a populáris irodalmat. Ez nem azt jelenti, hogy csak kortársat és populárisat kell tanítani, de ha a magyar tanítás vonzó dolog akar lenni, a magyar nevű tantárgy vonzó dolog akar lenni, akkor sokkal több kortárs kell, és némi populáris is. Kellene, ha jól értem, azt mondja, hogy kellene, de nem ez lesz. Kellene, na most az, hogy egy ilyen tétel van, az a kortárs irodalom lehetőségét, de nekem egy perc múlva kezdődik az órám. A kortárs irodalom lehetőségét kidobja, vagy nem kidobja, abszolút minimalizálja, és a populáris irodalom pedig úgy tűnik el az eddigi követelmény rendszerrel ellentétben, hogy eddig volt egy az irodalom határterületei nevezetű tételtípus, ahol populáris irodalom is volt, vagy adaptáció. Most azonban ezt úgy hívják, hogy regionális irodalom és az irodalom határterületei. Na most a magyar iskolák 85%-ában a regionális irodalmat fogják választani, ami azt jelenti, hogy az adott tájegységnek, városnak egy híres írója, és teljesen érthető, hogy mindenütt inkább egy ilyen szerzőt választanak, mint sem egy populáris ifjúsági regényt. Bocs, nekem le kell tenni, mert... Oké, fusson, persze, és mint tudjuk, kevés az idő a magyar oktatásra. Köszönöm szépen Arató Lászlónak, a Magyar Tanárok Egyesülete elnökének viszontlátásra, és azért annyit hadd jegyezzek meg, hogy bármit is mondanak, Takaró Mihály és társulata olvasni jó.